Köszönjük szépen, és köszöntjük a kedves nézőket is, mellettem Zombori Sándor. Hát arról ugye hallottunk Szentes Lázártól, hogy mi várható a Debrecen részéről ezen a mérkőzésen taktikailag. Te tegnap kint voltál este, ebben az időben tartott a PAOK edzést itt Debrecenben. Milyen játékelemeket gyakoroltak, illetve szerinted mit fog játszani a görög csapat a Debrecen ellen egy-egy után? Köszöntöm én is a Sport egy nézőit. Hát valóban egy érdekes is edzést láttam tegnap. Semmi különöset nem csináltak, és nem mutattak be olyasmit, amiből esetleg ki lehetett volna deríteni, hogy mire számíthatunk ma este. Annyi bizonyos, hogy rendkívül jókedvűek voltak a görög játékosok, teljesen felszabadultak, és hihetetlen jól lőttek kapura. Szóval meglepően jól lőttek kapura. Valószínűleg azért a mérkőzés első negyed órájából ők megpróbálnak gólt szerezni, mert ez létkérdés számukra. Aztán majd meglátják, hogy mi történik. 6500 néző tehát Debrecenben, kedves nézők, és most már másodperceken belül elkezdődik a mérkőzés. Az a mérkőzés, amely a magyar labdarúgás számára rendkívül fontos, és hát most a Debrecen számára természetesen. Itt van az óriási nagy bizonyítási lehetőség, de hát mint az elhangzott a stúdióban is, és gyakorlatilag mindenki megerősíti ezt a Debrecen részéről is, hogy ez az 1-1, amelyet kint Szalonikiben ért el a Debrecen, ez nagyon jó eredmény, de ugyanakkor rettenetesen csalóka is, hiszen mit tud játszani ilyenkor egy csapat? Miért támadnak ki teljes erővel, hiszen gyakorlatilag az ellenfélnek kell lőni. Ha beáll bunkervédekezésben 0-0-ra játszani, az azt hiszem egy abszolút öngyilkos taktika. Itt a két csapat összeállítását látjuk, tehát a Debrecen csapatában annyi változás van, hogy Szumudika még csak a kispadon sem foglal helyet, tehát őt teljes egészében Szentes Lázár kihagyta a keretből. És akkor nézzük a találkozót, tehát fehér-fekete mezben a vendégegyüttes, a PAOK csapata. Görög bedobás. Nem lehetett visszatenni rendesen Börnek a labdát, viszont megszerzi azt Habi. Sándornál van a labda. Ez most jó továbbítás volt, csak a labda kezelés pillanatában végül is elpattant a labda. Hagán kerül a földre, és az izraeli játékvezető pedig mutatja, hogy szabadrugás következik a vendégcsapat javára. Alon Jefet személyében egyébként izraeli játékvezetője van a találkozónak. És hát nagyon-nagyon jó a hangulat egyébként görög részről is, az a 650 görög szurkoló majdnem, hogy olyan hangulatot varázsol, mint hogyha legalábbis hazai pályán játszana a PAOK együttese. Tehát az biztos, hogy a hangulat az mindenféleképpen egészen varázslatos ezen az estén Debrecenben, hogy aztán ki nevet a végén, vagy ki fog ünnepelni a végén, az majd elválik. Később a partjelző emeli az ászlaját, és mutatja, hogy szabadrugás következik a görög együttes javára. Flávio Pim volt az, aki szabálytalankodik. Ő ment be ott 16-oson belülre, tehát Égerrel ők alkotják a két belső védőkettőst. És nézzük a szabadrugást. Fucsin fogja majd elvégezni, a kameruni vendégjátékos a PAOK-nak. Egyelőre óriási a lögdösődés, azért nem lehet elvégezni a szabadrugást. Fucsin lövi középre, Sándor vágta azonban ki a labdát az oldalvonalon túlra. Azonnyomban elvégzik a bedobást a vendégek. Kocipulasz. Fucsin, Kocopulosz, kénytelenek voltak hátrajátszani Vangelisnek a labdát, Vangelis át a másik oldalra, Vokoloszé, már is áttette a játék súlypontját a debreceni térfélre a PAOK együttese, Vangelis, nem hagyni lőni, nagyon viszi középre a labdát, kényszerítőből vissza is kapja Vangelis, ez szép szerelés volt. Aztán azonnal visszaadjuk a labdát sajnos a görögöknek, Hagan. Ez most egy jó ütemű közbelépés volt. Sándor indítás egy picit hosszú abban a pillanatban. Hasiotios belépett, és aztán vele szemben történik szabálytalanság. Nagyon kell figyelni arra, hogy már az első perctől kezdve a görög játékosok esnek-kelnek. Tehát alaposan rájátszanak arra, hogy a játékvezető lehetőleg minél több szabadrugást adjon nekik. Ez már itt az első oldalsó szabadrugás is igen veszélyes volt. És most is azt láthattuk, hogy dobják fel azonnal magukat. Talán egy picit a Debrecen nagyon behúzódik saját térfelére, ez pillanatilag nem tetszik még nekem. Fucsin lövi laposan a labdát. Itt viszont egy veszélyes játék a PAOK részéről, ezért szabadrúgás kifelé. Hagán volt az, aki magasra emelte a lábát, Habi került ennek következtében a földre. Három héttel ezelőtt játszották, hogy az első mérkőzés, azután a Debrecen három bajnoki találkozót játszott. A három bajnoki találkozó megszerezhető 9 pontjából 4-1 gyűjtött be Szentes Lázár együttesen. Mi két bajnoki találkozója közül mind a kettőt megnyerte a PAOK
Görögországban. Egyébként a harmadik helyen található a bajnokságban, a görög bajnokságban a PAOK. Sándor, ez szép összjáték volt, Bőr tudta még bent tartani a labdát és jól is indított. Aztán Bajzát, Bőr összjáték, Bőr most lendületből eteti a labdát, és sajnos elpattant az, Vokolosz pedig hazagurítja a kapusnak, Atmacidisnek. Ezek a beindulások lehetnek eredményesek a debreceniek részéről, amelyet most láttunk például. Szatmári hátra, Habi, Sándoré a labda, terület is volt egy pillanatra előtte, Bőr fordulhat kapura, kivágják azonban, Udeze jó voltából a védők a labdát. Udeze fölíveli a labdát előre, Saltingidis felé, ő lőtte ugye azt az utolsó gólt, amit szerencsére a játékvezető nem adott meg Lesz címén a görögöknek még Szalonikiben, azzal lett volna 2-1. Habi, Bajzát, szép továbbítás, Nikolov jön a támadással a jobb oldalon. Sajnos a belőtt labda az pontatlan volt, és most kellene villámgyorsan visszazárni, vagy pedig ezzel a taktikai szabálytalansággal végül is sikerült megállítani a PAOK kibontakozó támadását. Azt hiszem a fegyelmezettség az, hogy a labdát veszítünk, azon nyomban visszazárjunk, az alapfeltétele ennek a mérkőzésnek. És hát egyben a siker záloga is, Havi tisztázott közben, Kisnél a labda, Kis indítása azonban pontatlan. Mindenképpen azt kell elérni, hogy a görögök elveszítsék a kedvüket, mint ahogy már erről szó volt az első mérkőzésen is említetted, hogyha nekik nem jön be az első 15 perc, akkor elkedvetlenednek, és elkezdenek ívelgetni. Abban a pillanatban szerintem a debrecinek hatalmas nagy esélye lesz, hogyha a görögök elkezdik ezt a bizonyos ívelgetős játékot. Pucsin jön elvégezni a pardobást, rá nagyon kell figyelni, hiszen rettenetesen gyors a jobb oldalon. Gyakorta sikerült már Szalonikiben is a védőink mögé kerülni és belőni a labdákat. Szélről a partjelző pedig mutatja, hogy szögletrúgás következik a PAOK javára. Saltingidis megy középre, apró termete ellenére rendkívül veszélyes játékos, nem elsősorban a fejjátéka. Nagyon jó cselező. Kocopulosz. Éger elengedte a labdát, és így aztán Sandro Tomichoz került. Egyelőre elől nem nagy a mozgása debreceniek részéről. Kissel szemben történt úgy ez a megelőző szerelése, és már is sprintel előre a jobb oldalon, jól lenne megállítani őt, jól is teszi tovább a labdát. És aztán szerencsére ott már elhalt, úgy ez azonban visszaszerzi. Pucsin hátra. Meggondolta magát. Angelis, és inkább középre gurította a labdát. Be kellene lépni, nehogy lövés legyen belőle, mutatja az izraeli játékvezető, hogy szabálytalanság nem történt, így aztán sikerül elhoznunk a labdát. Ez most jó indítás, csak középen egyelőre nincs senki, Bajzát most próbálkozik beindulni. Jó azonban Sándornak a labda, a második hullámban ő kapta, Sándor emelget, itt sem történt szabálytalanság. Picit ketté szakadt most a pálya, Flávio Pintől egy taktikai jellegű szabálytalanság itt a felező vonalnál, nehogy gyorsan le tudjon indítani a görög együttes. Pucsin kapta a szabadrugás után a labdát. Jasumisnak magas volt, és Tomic indítja most már a debreceniek támadását. Bajzát csúsztatta a labdát, Vokoloszhoz került. Vokolosz gondolkodik, hogy meginduljon-e egymaga, vagy pedig lepasszolja inkább. Pucsin gyönyörű mozdulattal tette tovább. Jó lenne megállítani a támadásukat, és Pucsinról ment ki a labda, úgyhogy kirugás. Az látszik, hogy nagyon elszántan játszik a PAOK együttese, tehát mindenféleképpen góra törő játékot produkál Anastasiadis csapata. És hát nyilvánvalóan fejjel nem fog a falnak menni a Debrecen. Feltételezhető, megpróbálja kiismerni a vendégek játékstílusát, taktikáját ezen a mérkőzésen itt az elején. Angelis volt szabálytalan, így kezezés miatt debreceni szabadrugás.
Egyenlőre abszolút nincs probléma, Debrecen nagyon jól áll a lábán. Az látszik a játékosokon, hogy feszültek, és ezért az a sok labdavesztés, de úgy érzem, hogy pillanatokon belül helyre rázódik a társaság, és nagyon jól fognak játszani. Még nincs is kint a labda, meg lehetne akár szerezni, mint ahogy Szatmári tovább is fejelte, viszont a parti ez a túloldalon bőrnél beintette a lest. Pauk szabadrúgás következik, tehát a 9. percben Vokolosz fogja elvégezni. Hát már Círisznek gurította hátra, aztán megint Vokolosz, ő a Panathinaikos játékosa volt, tehát az egyik ellensége a Pauknak. Is gyűjtötte be a labdát, aztán előre kellett volna vágni, de már a játékvezető jelzett. Éger végezte el a szabadrúgás, egészen parádés hangulat. Éppen azt beszéltük Zombori Sándorral, hogy vagy mikor lesz legközelebb ilyen hangulatú mérkőzés, és hogy mikor volt legutóbb ilyen hangulatú mérkőzés. Mert... reméljük a következő, a tavaszi UEFA Kupa mérkőzésen szintén itt Debrecenben. Éger most végezte el, csak a szabadrúgás. Hajzát irányába ment a labda, de csak irányába, mert kb. 6 méterrel pontatlan volt az átadás. Lávio Pim fejelte vissza, igaz, hogy ellenfélhez. Kis területen adogatnak, és aztán sikerült megállítani Kucsin akcióját, aki ezúttal középen tűnt fel. Az izraeli játékvezető pedig nem bedobást, hanem szabadrúgást ítélt a mieink javára. Egyelőre a 11. percben járunk, 0-0-as mérkőzés állás. Éger vár ki a szabadrúgás elvégzésével. Ő íveli most fel Bajzát irányába a labdát, Vokolosz elesett Bajzát, nem bántotta a labdát Macidisé. Habi fejelte vissza. Yasumis próbált elindulni, Éger. Is szöktette magát hosszan. Yasumis egyből kapura fordul a labdával. Hagan hátra. Az éles szög ugyan, remek volt. Tomics jól érezte, hogy onnan lőni nem nagyon lehet, hanem hogy megpróbálja középre lőni a görög játékos, így aztán kivetődött a kapujából, és megfogta Sandro Tomics a labdát. Bőr. Habi. Sándor sajnos kis mögé, de át lehet talán még tenni a túloldalra a labdát. Igaza van, azt hiszem a közönségnek, mert minthogyha a görög játékos hozzáért volna kis labdájába, ennek ellenére a partjelző görög bedobást rendelt el. Kucsin. Hagan kéri. Kucsin inkább felíveli azonban a labdát. Szinte tapadt ellenfelére, Szalpingidisre. Kucsin emelget. Egyelőre nem tudjuk kikapcsolni a játékból. Most próbált becsúszni ott Szatmári. Marad a labda azonban a vendégeknél. Kucsin dob majd. Szalpangidis próbált befordulni, aztán hátra játssza a labdát. Vangelisé. Vangelis a védőnk mögé íveli fel. Remekül jött ki oldalra Éger és fejelte ki a labdát. De most már jó lenne felszabadítani onnan a saját térfelünkről, vagy legalábbis a 16-os eléteréből. Még egy labda volt a pályán, ezért szerencsére a bedobást meg kell ismételni, mert viszonylag szabadon kapta Kocsupulosz a labdát. Vangelis, Kocsupulosz. Elakad az indítása. Sándor szépen kezelte el a labdát, Habi mutatta magát, aztán inkább Szatmárit választja Sándor. Túlságosan sokat várt azonban az indítással. Ennek eredménye volt az, hogy Karadimos bele tudott lépni az indításba. Bőr. Két ember között bőr még. Az izraeli szerint szabályos szerelés volt. Vangelis indít. Hagan. Szalpingidis lövőhelyzet. Éger állt bele a bombába, de még mindig jó azonban a túloldalra az.
Tomicsról kipattan szögletre. Hú, de meleg pillanatokat éltünk most át. Most ez a néhány pillanat igen meghajtotta a PAOK mérkőzést, és egy picit az az érzésem, hogy a debreceni játékosok nagyon távol állnak az ellenféltől, hagyják átvenni a labdát, és hát ezek a görög srácok tudnak futballozni. Hát szia, Tiasz az, aki lőtt. Itt pedig Éger fejéről megy fölé. Nem még hozzáért görög játékos, tehát végül is kirugás lesz. Vokolosz megy hátra, ő az a játékos a védelemből, aki állandóan feljön fejelni. Egyébként a legjobban fejelő görög játékos. Legalábbis ami a gólokat illeti, a fejjel szerzett gólokat, abban a házi gól király mindenféleképpen Vokolosz. Szép labda elhozatal volt, sajnos hosszú azonban az indítás Kis Zoltánnak. Vajzátnak így viszont még jó. Vokolosz mente, Dombi kapja meg a labdát, most kellene bevinni a 16-oson belőre. Vokolosz fejelte ki, Sándor gyűjtheti be. Habi kéri, ezzel szemben megkapja a bal oldalon Szatmári. Szatmári neki készül, majdnem a játékvezetőt hozza a játékba. Bajzát fordult le, aztán Bőr lövi kapura. Szép mozdulat volt. Fél fordulatból Bőr Zoltán, jó fél méterrel kapu fölé. De ez kell. Igen, hát azonnal meg is jön a közönség hangja, és valóban erről szól a történet, hogy bátran, igenis, föl kell menni, föl kell érni, kisegíteni egymást, és befejezni az akciókat. Utána így vissza lehet állni, mint ahogy most visszaállt a Debrecen. Így nagyon nehéz lesz a görögöknek bármit is kitalálniuk. Üdéze, Vokolosz. Vangelis a labda. Ő egykoron a Siena játékosa volt. Fucsin Vangelisnek vissza. Görög bedobás következik. Jasumis adja inkább. Hagan veszítette a labdát. Bajzát próbál lefordulni Vokoloszról. Bőr jött. Kis nagyon szépen tartotta meg. Nem lett volna rossz, illetve az elképzelés jó is volt, hiszen Atmatsidis kint állt a kapujából, Kis pedig rögtön, ahogy kapura fordult, megpróbálta átlőni a kapus fölött. Igen, az elképzelés valóban jó volt, de benne volt ebben az akcióban még több, mert Dombi Tibi a jobb oldalon teljesen egyedül volt, esetleg egy jó átadással be tudott volna sétálni a kapuig, de ez is jó volt, szóval az elképzelés mindenképpen jó, vállalkozni kell. Vangelis kéri a labdát a jobb oldalon, és sajnos el is gurult hozzá. Bajzát ugyan még hozzáért. Vangelis kényszerítőből kapja vissza. Habi megy vele, és mutatja a játékvezetőt. Csak feldobta magát Vangelis. Szabálytalanság nem történt. A görög lent marad a földön. Dombi viszont elindulhat a labdával. Itt viszont már szabadrúgás következik. Azt reklamálják a görögök, hogy ott viszont Vangelis rúgták fel a debreceni játékosok, akik még mindig lent van egyébként a földön. Tehát átmenetileg állni fog a játék, mert Vangeliszt nyilvánvalóan ápolni kell majd. Pillanatnyilag a tartalékjátékvezető a gyúrót nem engedi be a pályára, ezért áll a pál most a görög kispadnál. És ha nem jön a gyúró, akkor Vangelis meggyógyul. Kicsit még sántikál, de gondolom rövid sprint után visszaér a helyére. Így van, nem volt olyan komoly összeütközés, ami után mondjuk így lent kellett volna maradni a földön. Bajzát birkózott bent középen. Nikolov végezheti majd el a bedobást. Kisnek magas, Dombinak még esetleg jó lehet. Közben már szabadrúgás a PAOK javára. Maga a kapus Atmatsidis végzi majd el. Fucsinnak mutatta, hogy azért forduljon vissza, hiszen nekik fogja legurítani a labdát a jobb oldalra. Hagan húzódott ki a szélre. Szerencsére nem tudta lekezelni az indítást. Jasumis. Szalpangidis. Éger gurította be. Ezt most jól elszúrták a debreceniek. Hatan voltak pedig ott egy kupacban piros mezesek. Vangelis. Most kellene indulni a labdával, Dombi tartja még, Dombi még mindig hosszan szökteti magát. El is veszítette Dombi Tibor. De úgy van, vissza kell próbálni szerezni, még a szabálytalanság árán is történt mindez, de legalább megakadályoztuk a görögök próbálkozását. Hagan.
kérdés hozzáért a debreceni játékos, igen, szöglet. Lassan 20 perc telik el az első félidőből. Igazi nagy helyzete eddig a PAOK-nak volt, de ne feledkezzünk meg azért Bőr Zoltán lövéséről sem, ami elkerülte át a Ciris kapuját. Megy intézkedni az izraeli játékvezető, ugyanis ott nagy lökösődés kezdődött el belül. A Sziotiszt kell ott Kistől elválasztania. Sándor fejelt el a rövid oldalról a labdát. Hagan. Éger csúsztatja meg, és Tomic jön. Rögtön előre Bajzát felé. A kapus kimozdul a 16-oson kívülre, és Atma Cidis kifejelte a labdát az oldalvonalon túlra. Bőr végzi el a bedobást, Bajzát. Ez talán egy picikét elkapkodta, ráadásul kérdés, mi lesz ebből, kirúgás épp, hogy az alapvonalon túl ment ki a labda. Azért kapott el Bajzát, mert ott volt egyébként Kis is, aki viszonylag szabadon érkezett a 16-os vonala környékén. Hasiotios Fucsinnak hosszúnak tűnik, de még megmentette és elérte a labdát. Ismét a Kamerun végezte el a bedobást. Hagan, Tomic! Nagyon-nagyon veszélyesek ezek a szélről belőtt labdák. Hol a kapu elé megy élesen, hol pedig valakire felívelik, akik érkeznek a második hullámban. Kis. Akár csak az első mérkőzésen, most is a jobb oldaluk az erős a görögöknek, ide rakják át a játék nagy részét. A bal oldalt szinte alig vezetnek akciót. Itt nagyon kell figyelni Bőréknek. Vangelis. Hasiotios. Kijött a bolyból Yasumis, és kapott egy jó nagyot hátulról. Kis volt az, aki beleszállt. Már is megy előre Vokolosz, hiszen vélhetően felívelt labda lesz onnan. Akkor pedig az ő fejelő képességére szüksége lehet a PAOK-nak. Vokoloszra ívelték. A labda elkerülte Tomic kapuját ezúttal jócskán. Vokolosz mehet visszafelé. Hát nem lesz könnyű mérkőzés, ez biztos. 22. perc. Érezhetően a Debrecen elsősorban arra törekszik, hogy azért próbálja területet lezárni saját térfelén, saját oldalán a görögök elől. És hát a görögök viszont egyértelműen jobban játszanak pillanatnyilag. Igen, de ahogy Szentes Lázár is mondta, a mérkőzés alapképlete az, hogy a görögöknek gólt kell rúgni, ehhez kell alkalmazkodni. Én azért most már egy 20 perc elteltével egy kis bátorságot azért hiányolok a debrecenieknél, mert amit eddig csináltak, az nagyon jó és nagyon szép, de lehet, hogy többet is lehetne. Bőr. Az előbb láttuk a kiírásban is, hogy többet birtokolja eddig a labdát a PAOK, mint a Debrecen. Éger pedig egy járók előtt fog megajándékozni ezzel a labdával. Mondom, jobban játszik a PAOK, mint hazai pályán játszott. Reméljük, hogy gólig azért nem viszi Anastasiadis együttese Debrecenben. Yosumis. Megint egy jó labda ki a széren, megint jön középre. Éger fejeli föl, és aztán lábbal kihúzza még. De mit mutat a partjelző? A játékvezetővel egyetértésben az, hogy már kint volt a labda, tehát szöglet. Jobban kellene talán a széleket lezárni, mert egyértelműen a görög csapat játéka a szélső játékra épül most. Vokolosz jött, és ő fejelte fölé. De tulajdonképpen ez nem is meglepő, hiszen debreceni részről is elhangoztak olyan nyilatkozatok, hogy elsősorban a görög csapat alapjátéka a széleken vezetett támadás, illetve a szélekről történő beívelés. Tehát olyan nagy meglepetést azért a PAOK eddigi taktikája nem okozhat. Hagan. Szatmári.
Bőrnek lehetne dobni. Sándor elől fejelték el, Szatmári egyből tovább. Bajzát, Vokolosz mentett. Vangelis. Üdéze. Karadimos elérte még. Vangelis lép hátra segíteni. Josumis. Égel szerelt, kis indít, picit hosszú volt a labda. Flavio Pim várt ki az utolsó pillanatig. Asiotios. Karadimos. Éger nagyon szépen. És még lökött is a görög játékos. Sztálfangidis ellen fúj, tehát az izraeli játékvezető, aki egyébként vezetett egy olyan Portugália-Brazília mérkőzést, még korábban, amelyen Roberto Carlos kiállította. Karadimos. Vangelis. Elég szabad területen vezetés, megint nem zárjuk le a szélt. Kucsin. Rossz ütemben indított. Tomics vár ki a kirúgás elvégzésével. Sándor csúszhatott. Bajzát és Udeze. Kucsin. Most Hagan lábát érintette utoljára. Szatmári. Sándor. Bajzát remekül fordult le. Bőr várja középen a labdát. Bőr lőheti rá. Nincs 11-es. Sándor közben Bőr Zoltán lent van a földön, tehát még csak föl sem lehet ívelni a labdát. Azt hiszem, le kéne fújni, mert nagyon rosszul esett Bőr Zoli. A játékvezetőnek észre kéne venni, de valahogy nem akarja. Legalább akkor rúgjuk már ki a labdát. Nikolov megtett, tehát mint hogyha jégkorongban egy bodycheket kapott volna Bőr Zoltán. Körülbelül olyan jelenetnek voltunk szemtanúi. Igen, hát nagyon ígéretesnek tűnt, de valóban itt nem lehet arról beszélni, hogy esetleg 11-est fújjon be a játékvezető, mert egyszerűen beleakadt Bőr Zoli a védőbe. És ellenkezőleg megy a labda is, úgyhogy itt különösebben nem lehet arról beszélni, hogy szabálytalanság lett volna. Ez egy szerencsétlen összeütközés volt, és nagyon rosszul esett Bőr Zoli. Bőrt most már az alapvonalon kívül ápolják. Az ő játéka is egyébként kérdőjeles volt, hogy egyáltalában tud-e kezdeni. De aztán végül is Szentes Lázár, miután felépült Bőr a sérüléséből, betette őt a kezdő 11-be. A görög védő is megsérült, úgyhogy nagyon szépen összeütődhetett a térdük. A görögök pedig visszaadják a labdát a Debrecennek, hiszen mi rúgtuk ki Nikolov révén, hogy Bőrt lehessen ápolni. Udeze pedig sántikál ugyan, de jelzik már, hogy szeretne visszaállni, és ha játékvezető majd, ha nem áll háttal és észreveszi, mehet is vissza a védő. Mindegy, ez meg is történt, akárcsak Bőr Zoltán esetében, tehát mindkét játékos szerencsére meggyógyult. Egy nagyon rosszul elvégzett szabadrúgás, még Szatmári mutatta magát itt a bal oldalon, senki nem figyelt rá. Hát már Cidis rúgta át a mi térfelünkre. Hagan emelgetett, Sándor hozta el. Bőr kéri, Bőr egyből vissza Sándornak. Szatmári, és még jó lehet az Bőrnek, mint ahogy maga el is tudja tenni Bőr Zoltán. Hagan. Igen, talán, hogyha ezt a bátor játékot tudná produkálni, játszani a Debrecen, amelyet most látunk a hazaiaktól, akkor meg lehetne lepni a PAOK-ot. Megint lent van egy magyar játékos, és ráadásul az izraeli játékvezető
a Debrecen ellen fúj. Igen, ez elég véleményem szerint rossz döntés, mert a görög játékos szabálytalankodott. Tehát ez legyen a legnagyobb tévedés a játékvezetőnek. Ez egyértelmű görög szabálytalanság volt. Itt nagyon jól lehet látni. Avi már megtolta a labdát, amikor végül is elhúzták a lábát. Dombi. Ó, ez nagyon leperdült a lábáról. Nikolov ment vissza egy kicsit csalódottan. Angelis. Jasumistól pattan el Sándor. Bajzát, a Vokolosz piócaként tapad rá, Bajzát szabadrúgást kap, gyorsan nem lehet elvégezni, hiszen Vangelis azonnyomban belép elé, bőr, kis a les határon mozgott, aztán Szatmári kapja meg a labdát, és beinti a lest a partjelző. Csendben megjegyzem, hogy a lesekkel, hogy szót se szóljunk, vagy a lesekkel kapcsolatban. Vokolosz. Jasumis. Szatmári. Ne hátra. Agán csúsztatja tovább. Jasumis. Kis próbálja kiemelni. Elég grundfoci jellege van most a meccsnek. Tehát teljesen mindegy, lényeg próbáljuk megállítani a görögöket, mert ez nagyon-nagyon veszélyes. Szép mentés volt. Bőr. Gyönyörűen viszi el a labdát. Bőr egy picit hosszan szökteti magát, de Vokoloszon is túljut. Bajzát kérni, és rossz a passz. Bajzát okosan elmozgott Bőr mellől. Belépett középirányba, hogy le lehessen passzolni a labdát. Az is igaz, hogy Bőrnél némi szerencsével maradt a labda, de hogyha tovább tudja passzolni, akkor Bajzát már egyedül törhetett volna a kapura. Itt éppen, hogy tovább tudja vinni Vokolosz mellett, és ha itt le tudja passzolni Bajzátnak, akkor meg sem áll Bajzát a kapuig. A másik oldalon pedig már Vangelis jut szabadrúgáshoz. Sándort kell hátrább küldenie az izraeli játékvezetőnek, Vangelis. Vokolosz most nem megy előre, Vangelis. Nikolov pedig nem várta, hogy guruljon tovább a labda, kiemelte a 16-oson kívülre, és így aztán mi dobhatunk. Sándor. Vokolosz mentett Sándorhoz, a feladóhoz került vissza a labda. Szatmári kapja meg, teljesen üres a bal oldalon. Még akár vezetheti is egy darabig. Szatmári viszi, aztán beemeli, jön a kapus és lehúzza át Nacidis. Két támadó, két védővel szemben. Flávio Pimé és Éger. Éger hazafejeli, Tomics pedig megfogja a labdát. Szalpingidis volt az, aki rástartolta a kapusta, hiszen a szándék egyértelmű volt, hogy Éger haza fogja fejelni. Gondolta, hát ha röviden teszi. Éger Dombi irányába, elé hullik a labda, nem sikerült. Pont egy rossz ütemben pattant le Dombi Tibor előtt, és akkor ő már nem tudta beemelni. A görögök részéről nincs megállás, villámgyorsan Amatsidis elvégezte a kirúgást. Éger bőr, sarokkal tette volna maga elé, csak éppen egy picikét hosszan, Vangelis. Hagani a labda, Fucsini jön a jobb oldalon. Agán ezúttal középen kísérletezik passzal, Jasumis, Sándoré. Megint lesjel ez a partjelző, megint szabadrúgás kifelé. A görögök egyelőre jól alkalmazzák a les taktikát, megpróbálják szűkíteni a pályát, a vonal védekezésüket egészen közel helyezni a felező vonalhoz. Igen, reméljük ez elég életveszélyes, és egyszer a partjelző elnézi majd. Bár most igaza volt, mert Bajzát Peti lesről jött vissza, de hát nagyon oda kell figyelni a partjelzőnek. Viszont most azt lehet mondani, hogy a Debrecen rendeződött a játék, ki is egyenlítődött egy picit talán, bár hozzáteszem, hogy továbbra is a görögök birtokolják a labdát többet, de nincs veszély, tehát nincs ötlet, nincs semmi különös, és egyre inkább kezdem érezni, hogy a Debrecen megtalálja azt a ritmust, amivel a kontráit majd be tudja fejezni.
Szállt Ingyidis. Miénk a labda. Itt szállt Ingyidis, aztán szöktette magát, és aztán beleszállt a debreceni játékosba bőrbe. Alan Jeffet pedig megpróbál rendet tenni, mert most azt játszottuk el éppen, hogy nem tudjuk, hogy szabadrúgás, kirúgás vagy bedobás lesz. Éger. Vokolosz fejelte Sándor elől. Nagyon erőszakosan kis labdát szerzett Sándor kisnek. Fucsin rúgja ki szöglet. Ha jól számolom, az első szögletét végezheti el a debreceni csapat. Igen, négyet lőtt eddig a PAOK, ez a Debrecen első szöglete. Most gyorsan mindjárt fejelni kell egy gólt, és akkor nincs probléma. Jön a kapus, és hatalmasat boxol bele a labdába, úgyhogy az ki is megy az oldalvonalon túlra. Atmacidis kiütötte, Nikolov pedig bedobhatja. Elsőre nem, aztán Dombit választja végül Nikolov, Dombi. Egy csel, még egy csel, Vokolosz ott van. Ez is szöglet, a túloldalról is elvégezhetünk egyet. Dombi beindul, bátran bemerte vállalni a cseleket, egy emberen túljutott, a második pedig az alapvonalon túlra tisztázott. Szatmári szöglete következik a jobb oldalról. Dombi marad egyedül hátul a felező vonalnál. Szatmári a rövid oldalra, könnyedén kirúgják azonban onnan a görögök. Bőr emeli vissza a labdát, nincsen les. Igaz, hogy a labda pedig kipördül végül. Rendeződhet a debreceni módon. Dombi is elfoglalhatja eredeti pozícióját, hiszen ő szögleteknél áll be hátulra utolsó emberként. Apró termete miatt fejelni igazából nem nagyon van lehetősége ilyenkor. Rossz irányba mozdult Jasumis, Tomics. Szűk 10 perc van hátra az első félidőből. Szalonikiben 1-1 volt a végeredménye a találkozónak. Jelen pillanatban 0-0. Jelen állás szerint tehát a Debrecen számít továbbjutónak idegenben lőtt góllal. Szatmári. Szépen csinálta Bajzát. Bőr, Bajzát, kis területen, ügyes adogatás. Sándor, Vokolosz mentett. Szatmárinak kellene megállítani most a görög támadást. Asziotios labdája hosszú, Havi, illetve Flávio Pinteszi hátra. Tomics. Sándor. Szatmárinak kiabálnak, hogy vigyázz. Annyira nem vigyázott, mert Fucsin, mint a borotva jött. Támaszkodó lábát rúgta el Szatmári Csabának, és maga a sértett végzi el a szabadrugást. Bajzát és Vokolosz Bajzát könnyékkel helyet csinált magának. Atmacidis. Hagan. Fucsin indult be, de vissza kellett lépni a labdáért. Fucsin újra. Sikerül belelépni a beadásba Bőrnek, szöglet. Méghozzá kis szögletet végez most el. A PAOK együttese, Tomics jön, és tovább engedi a játékvezető, bár Sandro Tomics óriásit esik, és le kellene fújni a játékot, hiszen szemlátomás rosszul esett, vagy még valakinek a térdébe vele is szállt a kapus véletlenül. Itt van a beadása Hagánnak, és ott iszonyatos embertől, meg ennek ellenére Sandro Tomics vállalta, hogy kivetődik a kapujából. És hozzáteszem halkan, ha esetleg görög játékoshoz pattan a labda, akkor bizony a játékvezető megadta volna, hiszen mutatta, hogy mehet tovább.
Tomic is megsérült, eddig mindenki, akit ápoltak, helyre jött, tehát pillanatilag egyik oldalon sem kellett cserélni. És játékvezetői labda. Most azon vitatkoznak a görögök épp, hogy kinél volt akkor, amikor a játékvezető félbeszakította, aztán végül visszaadják nekünk. Egyelőre csendben a görögök, de hát ez pillanatonként változik, ez a kedély állapot náluk. Sándor. Habi. Bőr. Ez a jó indítás, nincs elles, és Bajzát lövését megfogja Atmacidis. Nagyon szép játék volt. Kár, hogy Bajzát Peti nem figyelte arra, hogy mögötte van egy védő. Ha jobban beáll, akkor utána valószínűleg ebből ő gólt rúg, mert a bajnoki meccseken ilyenből 10-ből 8-szor betalál. Kis egy picit hosszan tette Dombinak, de szabad rúgás, mert kis az indítás pillanatában felrúgták. Nézzük meg még egyszer, Bőr szenzációs indítása. Nincsen les Bajzát, combbal kezeli le a labdát, hát Macidis fogja. Azt nem mondta, volt könnyű dolga, bocsáss meg. Látszott, hogy a hasára esett a labda, nem tudott beleadni egy kis erőt, hogy maga elé kerüljön. Ezért nem tudott olyan jól lőni. Csak nehogy a lendület túlságosan magával ragadja a debrecenieket, mert egy labdaveszítés itt a felezővonal környékén az rettenetesen veszélyes lehet. Szatmári, mindezek ellenére azt mondom, hogy a Debrecen most játsza azt, amit igazából szerettünk volna látni. Bajzát fordul le, rövid sarokra megy, Atmacidis véd. Na ez az, ebből kell nagyon sok. És akkor abszolút nem lesz probléma, most Bajzát nagyon szépen fordult le. Egy picit talán eltörte a lövésnél a labdát, de ez is egy biztató momentum volt. Kezdi átvenni a játék irányítását a Debrecen. Kis volt az, aki rendkívül erőszakosan tovább tudta lenni a labdát, és Bajzát egy percen belül másodszor próbálkozott gólszerzéssel Atmacidisszel szemben. Bőr Fucsinról fordult le. Vokolosz jött és fejelt el. Fucsin. Remek volt Flavio Pim, és még jó helyre is ment a labda. Csak hát megint a túloldali partjelző. Beinti a lest. Szabadrúgás kifelé, Bőr volt lesen. A szabadrúgás Vokolosznak viszont 3-4 méterrel hátrábról kell elvégezni. 4 perc van hátra az első játék részből. Ez a 0-0. A Debrecennek jó. Tehát akkor lennénk igazából nyugodtak, hogyha a Debrecen gólt is tudna szerezni. Fucsin. Vangelis. Elég erősen rúgta meg a labdát, lekezelhetetlennek is bizonyult a Spankdisznek. Vigyázni. Jasumistól elpattant. Nikolov indítása rossz. Asiotios szerencsére elajándékozza a labdát. Rövid a passz. Ez viszont egy remek helyezkedés volt Flavio Pimtől. Sándor róla ment ki. Szatmári sajnos túlfutott rajta. Habi fejelte, Bőr, Sándor, Szatmári kint volt. Lápolások miatt nyilván fog majd a játékvezető 1-2 percet hosszabbítani. Tehát ez a 3 perc, ez csak a rendes játékidőből van hátra. Fucsin. Szabadrúgás, igen, megvárta a játékvezető. Kihez kerül a labda, de miután Karadimoszt elrántották a labda elől, a mieink, ezért jogos szabadrúgás. Fucsin várakozik. Dörnek pedig hátrább kell állnia. Fucsin. Hosszú oldal irányába megy a labda. Újabb szabálytalanság görög részről. Az első 20-25 perc az egyértelműen a PAOK-é volt, aztán szépen kezdte megtalálni saját játékát a Debrecen. Lehetséges, hogy ebben benne volt az is, hogy a PAOK-nak nem nagyon jöttek be az elképzelései, bár labdabirtoklás terén fölény mutatkozott a PAOK-nál. És mostantól kezdve azért a Debrecen is egyre többet merészkedik el Atmacidis kapujáig.
Ó, Nikolov nyugodtan lehetett volna hagyni, hogy menjen ki a labda az oldalvonalon túlra, hiszen ő dobhatott volna. Kint volt már a partjelző zászlaja a magasban, a játékvezető nem vesz róla tudomást, de le fogja fújni most. Háttal volt az esetnek az Izrael, és már 3-4 továbbítás is volt, mire kiszúrta, hogy lest, illetve bedobás jelzett a partjelző. Kis. Üdeze hagyja, hogy hadd menjen ki. Atmacidis. Megkezdődött az utolsó perc. Bőr. Sándor vissza. Habi emeli át a másik oldalra, Bajzát felé. Vélhetően a kapust hozzák játékba, Atmacidis, Bajzát rögtön le is támadja. Flavio Pim. Yasumis keresi a labdát, de mire megtalálná, már el is fejeljük onnan. Kucsin pedig hagyja, hadd menjen ki. Vangelis, 2 perc lesz a hosszabbítás egyébként. Agan, Kucsin, nem volt kint. Itt viszont már Kucsin lesen van. Hát akkor innentől kezdve még 2 perc van hátra az első félidőből. Továbbra is 0-0 a DVSC PAOK mérkőzés állása. A tét a legjobb 32 közéjutás az UEFA kupában. És úgy gondolom az első 45 perc után mindenképpen meg kell dicsérni a Debrecent. Helyenként nagyon érett taktikus játékot játszanak. És ahogy te is említetted, a félidő közepétől kezdve már egyértelműen egyenragú ellenfelek. Egy picit többet vártam a görögöktől, tehát vehemensebb akciókat. Birtokolják a labdát, de szerencsére nem veszélyesek. Én úgy érzem, a Debrecenben benne van a gól, és ez meg is jön majd a második fél időben. Vangelis. Le tudott fordulni sajnos ott Szalpangidis, de úgy csinálta mindezt, hogy fogta a debreceni játékos mezét. Partjelzőnek mutatja Szálpán Gidis, hogy ő aztán semmit nem csinált. Itt próbált Flavio Pim mellett befordulni. Ugyanolyan fogocska volt Flavio Pimtől is, most ezúttal nekünk kedvezett a partjelző. Éger. Most viszont befelé szabadrúgás, és nagyon-nagyon nem lenne jó, hogyha itt fél perccel az első félidő vége előtt valami szabadrúgás beakadna ott Tomics kapujába. Már a távolság az elég komolynak tekinthető a kaputól. Vangelis van ott a labda mögött. Na vajon milyen koreográfiával fogják majd elvégezni ezt a görögök? Vangelis egyelőre megcsúszik, aztán beemeli a sorfal mögé a labdát, és a játékvezető e pillanatban lefújja az első játékrészt. Az eredmény számunkra mindenféleképpen kedvező. A játék képe a második periódusában az első félidőnek szintén kedvezően alakult, hiszen helyzeteink is voltak, hogy aztán milyen lesz a folytatás, meglátjuk, de hogyha ilyen éretten és taktikusan játszik a Debrecen, akkor nem hinném, hogy baj lenne. De hát majd meglátjuk, hogy mit hoz a második fél. De kedves nézők, ennyit egyelőre Debrecenből, a szó most a stúdiójé. Hát ennek a fél. Kupában Debrecen PAOK Szaloniki gól nélküli döntetlen, és hát úgy tűnik, hogy itt meg lehet, amiről álmodozunk, csak el ne kiabáljuk. Úgy tűnik kétségtelen végül, én azt hiszem, hogy én csak az eredménnyel vagyok elégedett. Én önmagában az egész játék, én elhiszem, hogy ez taktika része, és mindaddig, amíg nem rúgolt a görög csapat, addig nekünk jó. Én azt mondom, hogy a Debrecen önmagához képest nem játszik jól, főleg az első felében nagyon keveset birtokoltuk a labdát.
És hát igazából sokkal több ötlet szokott lenni a Loki játékában otthon. Viszont az tulajdonképpen mindenképpen dicsérhető és dicsérendő is, hogy nem tudnak kibontakozni elől a görögök, sőt oda se kerülnek Tomis kapuja elé. Hát ha azt a 2-3 belőtt labdát leszámítom, akkor nem, de azért most is oda kerültek a védelem mögé, 2-3-szor és élesen belőtték a labdát. Talán csak a Tomics kapusnak lehet köszönni, nem ebből a komolyabb probléma. De én azt hiszem, hogy több koncentráció kéne, tehát nagyobb figyelem az összjátékban. Nagyon sok ad a labda, ami egy-egy passzba elveszik a labda, és utána vissza kell nekik szerezni. Nagyon remélem, hogy a második fél időben azért jobb játékot fog produkálni a Debrecen. Na nézzük meg az összefoglalót, és látni fogjuk, hogy mi történt az első fél időben. Itt a 14. percben egy görög kísérlet, ez még elakad, Sarpongidis, és aztán Hasiotis lövése, Tomics véd. Igen, hát itt is látszik, hogy tulajdonképpen teljesen szabadon kóborol egy-két támadó ott a Debrecen büntető területén belül. Ez az első fertájóra végén. Bőrlövése a pattogó labda után, nem tudta már leszorítani Bőr Zoltán. Igen, hát valószínűleg, hogy jobban át tud dőlni, akkor talán jobban ide a rövid felsőbe tudta volna húzni. Maga a próbálkozás neféleképpen dicsérendő. Tomics figyel a 20. perc. És bizony figyelnie kellett, ez már a második ilyen jelenet volt, Hagan középreadását, és ott jön a érkező ember. Bizony, ez az, amiről beszéltem, a védelem mögé beléptek, és onnan élesen középre lőtték a labdát. Egy olyan jelenet, amiről talán érdemes egy-két szót beszélni. Bajzát vissza, jön Bőr, összecsap Udezével, a nigériai válogatottal. Sany? Hát én azt mondom, hogy már adtak ilyenért büntetőt, nem azt mondom, hogy ez az, de már itt éltek ilyenért büntetőt. Jól lehet látni, hogy Bőr éri el előbb a labdát, itt lehet, most el is pörgeti, és hát, nem azt mondom, hogy ez most százszerékos, de már láttam ilyenért büntetőt ítélni. Azért elkésett egy kicsit a nigériai. Igen, hát az is persze aztán a játékvezetői felfogás már úgy is felfogadta, hogy Bőr belelépett a védő pozíciójába. Ez már a 40. perc eleje, egy csodálatos labda Bőrtől, és hát Bajzát talán nem is számított rá, hogy ilyen pontos lesz. Igen, rosszul el is kapkodta, itt ha megpróbál egy cselt csinálni, akkor az ügyszerbe kerül. És akkor, amikor Bajzát egy perccel később már sokkal jobban lőtt, de Atmacidis védett. Igen, itt jól lefordul, talán hosszú sarkot választja, akkor nagyobb beszélhet benne. Itt a statisztika az első fél idő után. Hát tulajdonképpen azt látjuk, hogy nem sok minden történik a kapuk előtt, de amíg így áll a mérkőzés, ez nem is olyan rossz a Debrecennek. Ez kétségtelen, de azért az figyelemre méltó, hogy szögletben 5-2-re ugye a PAOK vezet, és ez azt jelenti, hogy az első 20-25 percben sokkal többet tartották a labdát a Debrecen büntető területe környékén, a Debrecen kapujánál. És hát a másik, ez a 4-1 a lesállások száma, az pedig azt jelenti, hogy figyelmetlenek sajnos néha elő a Debrecen támadójai, hisz 3-4-szer is ígéretes helyzetben ott ragadtak, és lesről léptek vissza, jobban kellene figyelni. Minden esetre ez most egy olyan mérkőzés, amikor nem bánkódunk, amiatt, hogy nem tudunk gólt vagy gólokat mutatni önöknek. A 0-0 megfelelő a Debrecennek, elmondjuk még egyszer a továbbjutás szempontjából. Nem sokára jön a második félidő, maradjanak velünk. Rengeteg kérdés, amelyeket önöktől kaptunk, köszönjük szépen, igyekszünk válaszolni néhányra, amíg elkezdődik a második félidő. Zoli írja például, hogy minek köszönhető, hogy 25 percig csak a PAOK támadott, utána viszont jött a Loki. Elfáradtak a görögök esetleg? Hát az igazság, hogy rutinos válasz fogok adni, két oka lehet. Az egyik oka az, hogy a Debrecen direkt így akarta, amit én kétlek, a másik pedig, hogy valószínű a vendégcsapat rá tudta erőltetni a játékát a Debrecenre. Azt kétségtelen hallottuk Szentes Lázártól, hogy nem akar a Debrecen neki rontani az ellenfélnek, ami rém normális dolog, de azt hiszem, hogy nem így gondolták, hogy viszont ennyire magukra engedik a
vendégcsapatot. Bence azt kérdezi természetesen Pul Sándortól, hogy minek köszönhető ez a sok szabálytalanság, 26 volt, ha jól emlékszem. Én úgy látom, mind a két csapat elég ideges, tehát elég komoly a tét az egyik történet. A másik pedig azért félpályán taktikailag mind a két edző valószínű úgy küldte ki a játékosait, hogy próbálják meg a középpályán már elfolytani csirájába a támadás szövést, és hát bizony azt kell, hogy mondjam, hogy elég sok az apró taktikai szabálytalanság. Bakter szerint elég lassú a Debrecen, sokkal gyorsabb és kombinatívabb játékot hiányol, kedves néző. Hát Bakter biztos ért hozzá, mert a nevéből téve ez a vasutas nyelv, tehát ő biztos gyorsvonati sebességre kapcsolna. Én osztom ezt a véleményt, én azt mondom, hogy sajnos szeretném azt mondani, és az eredmény mindenféleképpen hízelgő, és azt hiszem mindannyian úgy vagyunk, hogy nagyon szorítunk, és örülnénk annak, ha Debrecen tovább jutna, ezt mindenféleképpen kívánulom, de ettől többet kellene nyújtani a Debrecennek. Az volna a gyönyör, ha azt mondhatnánk, hogy jó az eredmény, meg jól is játszik a Debrecen. Tibi taktaharkányból az óvatosabb és a félősebb irányvonalat képviselő. Azt mondja, hogy ott kéne tartani a labdát a PAOK tér felé, mert abból nem lehet baj, a görögök ne jöjjenek át egyáltalán a mi térfelünkre, mert ott ugye elég egy villanás is nekik. Hát ha az a labdarúgás alapjait nézem, akkor abszolút mértéken igaza van, csak hát azt ne felejtsük el, hogy a másik oldalon is van 11 játékos, akik meg át szeretnének jönni. Kétségtelen tény, hogy az ő vonadójában az a döntő kérdés, hogy jobb, hogyha mi gyakorlunk pressziót az ellenfélre, mint fordítva. De még egyszer mondom, valószínű, hogy azért ez a taktikának a része is. Még egy észrevétel, könnyen jönnek át a görögök a Loki középpályán, tehát több kedves szurkolónk és kedves nézőnk félti a Debrecent, reméljük nincs erre semmi ok, várjuk az üzeneteket továbbra, és a végén válaszolunk, majd tudják, UEFA Kupa, foci@sportegytv.hu, 0630 30 30 001, a szó pedig Fülöp Lászlóé, és akkor jöjjön a második félidő. Köszönjük szépen! Egy csapat van kint egyenlőre a pályán, méghozzá a Debrecen. Úgy látszik, hogy Szentes Lázárnak különösebb mondani valója nem volt a szünetben, hiszen vélhetően akkor ezek szerint a Debrecen azt játszotta, amit igazából taktikailag a vezetőedző elképzelt. Annál inkább van mondandója Anastasiadisnak, hiszen még se nyoma nincsen a vendégegyüttesnek, a PAOK-nak, akik még mindig az öltözőben tartózkodnak. Első ránézés a Debrecen együttesében egyébként nincsen csere. Hát itt most megint a nagy kérdés az, hogy mi várható a görögöktől. Valószínű az én olvasatomban, hogy megint neki esik majd a PAOK együttes a második félidő elején a Debrecennek. Hát ha tovább akarnak jutni, akkor mindenképpen ezt kell tenniük. Ez viszont jó lehet a Debrecennek, és kihasználhatjuk azt, hogy Dombi és Bőr is rendkívül gyors, és ha Sándor Tamás egy picit jobban koncentrál, és jobb labdákat ad nekik, akkor erre van lehetőség. De azért a görögök sem fognak fejetlenül neki rohanni a Debrecennek, mert ők is tudják azt, hogy igen veszélyes kontrák lehetnek, úgyhogy szerintem olyan különösen nagy változás nem fog történni. Valószínűleg lesz egy-két ritmusváltás a görögöknél, mert ez hiányzott, és ahogy Pul Sándor is mondta, szerintem a Debrecennél is jobban oda kell figyelni arra, hogy a labdát megtartsuk, amikor megszereztük, és ne veszítsük el olyan könnyen, akkor nem lehet probléma. Azt nézem, hogy közben a bevonuló görögöknél történt-e valami változás, van-e új játékos a csapatban, de így, ahogy nézem, nem nagyon nyúlt új játékoshoz Anastasiadis sem, tehát nem kell beállítani a senkit szünetben. Egyelőre tehát bízik abban a haderőben, akik az első félidőt is elkezdték. Tehát így módon most már kijelentett, hogy egyik oldalon sincs sem volt csere, és akkor most már kezdődhet a második félidő. 0-0 után egyébként az valószínű, hogyha marad ennyi egészen az utolsó 20 percig, akkor onnantól kezdve egymás után hozzal a középpályásokat, vagy esetleg védőket, és állít be újabb támadókat, vagy támadó jellegű középpályásokat Anastasiadis, de hát most pillanatilag gondolom a görög vezetőedző azért úgy okoskodik, hát ha sikerül az első 15-20 percben efféle kockáztatás nélkül is feltörni Sandro Tomic kapuját. Körbenéz a játékvezető, az izraeli bíró, és most már kezdődhet tehát a második félidő. Még azt megnéz, hogy a sárga lapot és a pirosat kihozta magával, de valószínűleg ott van nála, mert pánikszerűen nem rohog az asszisztenshez. És akkor e pillanatban nézzük a folytatást. Vangelis, Kucin,
Karadinosz gurította neki vissza a labdát Fucsinuira. Nagy munkában volt ott Flavio Pim, de sikerült kirúgni a labdát Vangelis. Szinte mindenki most a debreceni térfélen. Egy gyönyörű megelőző szerelés volt. Nikolov lépett ki nagyon jó ütemben is, hozta el a labdát a görögök elől. Nikolov még mindig nem eredeti pozícióján, de végül is jól tartotta és jól is játszotta meg a labdát. Bőrt pedig fellökték még a debreceni oldalon. Nikolov visszajött a jobb oldalra, eredeti pozíciójával felhívett labda. Bajzát ott találja meg, Vokolosz visszarántotta, előtte viszont Bajzát csinált helyet. Vangelis. Kocopulosz tette tovább, Sándor, Dombié, Sándort hozza játékba. Vokolosz nem lépett ki, Sándor még mindig bőr indul be középen és elviszi az embereket. Sándor lövése levágódik azonban Fucsinról, de még begyűjteti Sándor Tamás a labdát. Vokolosz most már ott van rajta és el is hozza a görög védő, méghozzá szabályosan. Yasumis szabad rúgást kap. Szép támadás volt, és ezek azok a támadás vezetések és taktikai elemek a debreceniek játékában, amiknek érvényesülni kellene, vagy legalábbis egynek, hogy sikerüljön bevenni Atmacidis kapuját. Karadinosz. Veszélyes volt. Nikolov. És kirúgás így. Nikolov még hozzá tudott érni a labdához, de utoljára Szalpingidis lábát érintette, úgyhogy ezért végezhette Sandro Tomić kirúgást. Nikolov. Bajzát felé rúgta a labdát, azonban Kocopulosz volt az, aki kirúgta. Dombi dobhat majd Bajzát. Kettős gyűrűben volt, nem is lehetett neki megjátszani így a labdát. Hagan tette hátra. Bokából lehelett Fitoman, Yasumis Les. Most a Debrecen alkalmazta nagyon jól a Les taktikát. Szalpingidiszt állította meg a partjelző. Flavio Pim keresi a labda helyét, aztán átgurítja inkább Égernek, hiszen a szabadrugást onnan kell majd elvégezni. Hagan át a másik oldalra, Szalpingidis. Kocopulosz, visszazárt közben Dombi is. Hagan, Kocopulosz, Dombi lökött. Úgy, ahogy ezt az első félidő elején is tette, a PAOK megint a széleken próbál támadásokat vezetni. Már most valamelyest aktívabbnak tűnik a bal oldala a vendégegyüttesnek. Kocopulosz, itt pedig már Szalpingidiszre kell ügyelni bent. Kocopulosz laposan, ezt könnyedén sikerül kifejelni. Dombi próbál Kocopulosz mellett tovább menni, Kocopulosz feltartja őt. Most a debreceniek rúgnak szabadot. Sokat áll a játék, rengeteg a taktikai szabálytalanság. Igazából hosszú távon ez a Debrecennek kedvezhet, hiszen nem tud kialakítani folyamatos játékot a PAOK. Dombi okosan hagyja, hadd menjen ki. Jön Nikolov dobni. Bajzát. Szépen tartotta meg és jól indítja Dombit. Nem volt Les, a középső védő bent ragadt. Dombi még mindig. Vokolosz rúgja fel a magasba. Sándor viszont nem ugrik előle, elfejelték. Még mindig jó azonban. Bajzát be középre, Vokolosz emeli ki. Kimegy, mi dobunk. Már pedig kiment. Nikolov. Bajzát felé. Hagan. Sándorról valósággal leválik. Yasumis indított. Hagan. Yasumisnak hosszú, de Flavio Pimnek figyelnie kell, mert azért volt felfutó ember Asiotios személyében. Tomić. Fucsin. Hátrábról kell dobni.
Engelisnek lehetne hátradobni, észre is vette végül Fucsin. Bokolosz. Kocopulosz kapja, egy picit hátrafelé kellett mozogni érte. Magán is beindul, ezzel szemben viszont Szalpangiris. Gyönyörű szerelés volt Nikolov, rossz a passz. Ez a bosszantó, amikor a nehezén túl van már, és aztán egy rossz indítás miatt meghiúsul a tisztázás. Hagan, Kocopulosz. Éger elengedte, picit veszélyes volt, de szerencsére Flavio Pim korrigált. Vokolosz távolról, kapu mellé. Megy az idő, ez jó. Így van, ez mindenképpen jó, legalább egy picit összekaphatja magát a Debrecen, mert én nem tudom, mi történt a szünetbe, de egy picit, mintha leült volna a társaság. Annak ellenére, hogy nagyon figyelnek és tovább is betartják a taktikai utasításokat, kicsit nehézkes a mozgásuk. Ne felejtsük azért el, 0-0 az állás. Számukra nagyon jól alakul eddig minden, de hát ez egy olyan eredmény, ami életveszélyes. Hajzát, gólt bármikor lehet lőni, találni bármelyik csapatnak. Bőr, gyönyörű volt a csel, Bőr, vissza lehet gurítani, Bajzát elől azonban Bokolosz ment. Vangelis pedig megszerzi a labdát. Nagyon jó volt az elképzelés, hiszen Bőr megint kihasználva a gyorsaságát, a védők mögé tudott kerülni, csak hát arra számítottak, hogy majd Bajzátnak megpróbálja a második hullámban lövésre visszatenni. Fucsin. Hosszúnak tűnik az indítás, Flavio Pim van kint a szélen, és ez a biztos, nem kell itt variálni vele, ki kell fejelni a labdát a vonalon kívülre, ezt tette most Szalpangirisszel szemben. Fucsin, Szalpangiris, eljátszotta csak a szabálytalanságot, Bőr, megint megpróbálja a gyorsaságát kihasználni, Bőr még mindig, Bokolosz állította meg, Sándor, Bajzát, nagy birkózásban Bajzát lökött. Nézzük meg ezt az előző jelenetet. Bőr Pucsi mellett viszi el a labdát, ami külön bravúr, hiszen ő nagyon gyors, és visszapróbálta volna tenni Bajzátnak a labdát, de tegyük azt is hozzá, hogy azért meglehetősen pontatlan volt a visszapassz. Így van, viszont ahogy Bőrzoli elment azzal a ritmusváltással, az nagyon szép volt, és ezt kellene többet erőltetni. Valóban a visszapassz olyan esetleges volt, annak ellenére, hogy több lehetőség is volt a labda visszajátszására, de nem baj, ebből legyen több. Éger. Bajzát elől Udeze mentett. Vangelis pedig hátraadja a labdát Atmacidisnek. Bajzát letámadta rögtön a kapus, mert nem foghatta meg. Hatalmasat rúgott bele. Egészen kapustól kapusig. Atmacidistől Tomicsig került a labda. Tomicsnak igazából egyetlen védeni valója volt, még az első félidő első negyed órájában egy rövid sarokra tartó lövést kellett fognia a Debrecen kapusának, de több ne is legyen. Hagan, Flavio Pim, Vokolosz előzte meg Bajzátot. Egyből visszateszi a labdát Hagan, meg kellene nyugodni, le kellene helyezni a földre a labdát, és aztán szépen előre hozni a szélen akár. Bőr elé pattan az indítás, csak sajnos Bőr addig-addig forgolódott, míg egyszerűen nem találta a labdát. Vokolosz. Vangelis. Kocopulosz. Dombi behátrál, egy picit közelebb lehetne jönni, mert nagyon-nagyon a kapunk elé fognak így nyomni minket. Vangelis. Éger. Nagyon rossz helyre. Kocopulosz. Tomics jön, és ez az övé. Nassiotios jött egyébként ott a hosszú oldalon. Hát Bajzát nagyon magányos, Tomics egy kicsit elkapkodta ezt az előre rúgott labdát. Ezt a gyors előre vágott labdákkal nem kéne operálni, meg kéne próbálni egy picit kombinatívan játszani, mert ez nem vezeti jóra, hogyha csak magdaljuk előre a labdát. Ez is bravúr volt, bedobásból úgy bedobást csinálni, hogy nem ér hozzá senki. Nikolov. Eltelt 10 perc a második félidőből, de hol van még a vége? Dombi. Dobhatunk mi utoljára. Kocopulosz érintette a labda.
Sokolov. Bajzát jött érte, aztán elengedte a labdát. Udeze rossz helyre tette, Habi, Vokolosz. Szalpingidis indított szabadrúgás. Hát azt nem várhatjuk, hogy szép legyen a játék, és szemre is tetszetős. A lényeg az, hogy eredményes legyen. Akkor már elégedettek lehetünk. Angelis, Vokolosz. Kucsin. Karadimos volt a szélen, de inkább Vokolosznak megint hátra. Udeze. Beindul előre, beindul. Valakinek meg kell indulni a görögöktől. Udeze vállalta ezt. Kucsin. Sajnos nem ugrunk fel fejelni. Szatmári azonban ki tudta rúgni. Sándor. Most kellene megiramodni vele. Sándor indít, elakadt Vokolozban az indítás. Bajzátnak szánta egyébként Sándor Tamás. Szalpangidis. Vigyázni. Hú, de jó, hogy a legjobb korot járt Éger. Flávio Pim mellett ugyanis már elment a labda, és Éger végül is kisegített. Így aztán Jasumis elől lehetett kirúgni. Most nagyon jó a hangulata a görög szurkolótábornak. Éger. Kis. Flávio Pim. Egyből vissza Kocopulosz. Mikolov, ez jó, Sándor, Bőr megint indul a bal oldalon, és meg is kapja a labdát, Fucsin megy ki rá, Bőr, Fucsin is gyors, Bőr is gyors. Görög bedobás lesz. Hasiotis kapta a labdát, Kocopulosz, Hagan. Jasic. Jasumis, Vokolosz. Kucsin. Flávio Pin határozottan jó helyen állva. Vangelis. Vokolosz. Az a szerencs, hogy sok elképzelés nincs a görögök játékában. Ugyan csak az a baj, hogy a milyen kébe sem. Ez lap lesz. Ahogy az első félidő első időszakában megint egyértelműen a görögök irányítanak. És nagyon hiányolom, hogy egy picit legalább nem próbálunk meg játszani, megtartani a labdákat. Mindent az volt a szerencs, hogy a játékvezető előnyszabályt alkalmazhatott, mert hogyha ott lefújja ezt a szabálytalanságot, akkor sárgát kellett volna adni, így utólag már nem adott. Éger Bőrt vette észre, és pontosan oda is megy a labda. Nem is Bőr volt az, hanem Szatmári, most kerül Bőrhöz. És nincs kint a labda, mi több szabályos is volt Bőr megmozdulása. Kemény ütközés után Kis, át a másik oldalra Dombinak. Beindul mellette Nikolova jobb oldalon, Dombi pedig hát egyrészt belevezette Kocopulozva a labda, de másrészt pedig kapott egy szabadrugást. Minden vele zúg a debreceni szurkolók bíztatása. Miközben csere lesz a görög együttesben, Spasics fog majd beállni, aki ugyancsak csere volt Szalonikiben is. Na nézzük, kit fog lehozni majd Anastasiadis vezetőedző. Hasiotis indult lefelé, aztán visszamegy. Egyelőre tehát még várni kell a cserével. Éger még elvégzi a szabadrúgást, aztán majd legközelebb a gondolják a görögöt. Éger erőből, és jó is volt az. Kicsit meglepő volt a húzás, de gondolom, hogy ez egy begyakorolt figura volt a debreceniek részéről. Bajzát. Elhozza sajnos Karadimos. Flávio Pim. Bajzát. És most cserélhetnek a görögök. Spasics áll tehát be. És nézzük valóban. Hasiotis jön-e le. Igen. 23-as szám villan tehát
Az első cseréjét hajtja végre Imódon Anastasiadis. A kapus pedig elvégezheti a szabadrúgását a vendégcsapatnak. Egy támadót hozott Bespasic személyében tehát. Flavio Pim. Fucsin saját labdájára megy. Habi lépett bele, Sándor szerencsésen pattant a labda Habiról. Sándor indított, picit lelassul a debreceniek támadása így. Bajzát elől mentett az oldalvonalon túlra. Udéze. Mi is tudunk úgy bedobni, hogy újra bedobás következik. Pedig szélcsend van. Kocopulosz. Spasic hagyja a labdát Kocopulosznak. Hagan hátra. Vangelis fordít a másik oldalra Fucsinnak. Karadimos kérné a labdát, ezzel szemben Bokolosz kapja. Udeze. Próbál ezúttal egy felíveléssel eredményes lenni. Kezezés. Tartja a játék vezető, hogy kezet érintett a labda ott Szalpingidisnél, aki keresztbe mozgott, úgy tudta maga elé tenni. És valóban igaz. Azt hiszem nem lehet egy rossz szavunk sem a játék vezetőre eddig. Sándor. Nikolov. Könnyedén eladta most. Jasumis, Pasic, Kocopulosz elől, Nikolov, és Dombi akár indulhat is, csak nem tudta maga elé tenni rögtön. Ez viszont szabályos szerelés volt vele szemben. Szerintem mi dobunk, nem? Mert a partjelző is érdekesen ítélt, mutatta, hogy mi dobunk, azt a játékvezető mutatta, hogy a görögök akkor meggondolta magát, és jelezte, hogy a görögök ki a labda. Vangelis. Jasumis. Szabadrúgást kapott. Flavio Pim rángatta meg egy picikét a mezét. Hát és onnan akár kapura is lehet lőni a labdát, mert ez egy olyan jó 28-30 méter lehet Tomics kapujától. Vangelis van ott. Szalpingidis is ott van. Ő van távolabb a labdától. Vangelis közelebb. Valószínűleg Szalpingidis fogja rúgni. Kettőtagú sorfal. Azért most jó lesz figyelni. Szalpingidis. Jó van. Kifelé csavarodott a labda, nagyon rosszul találta el. Gúnyos tapsa debreceni szurkolótábortól. És jöhet előre a hazai csapat. 65. perc. Bajzát. Vokolosz szerelte. Vangelis vissza Vokolosznak. A szellemi irányító Hagan most, miközben újabb cserét hajt majd végre a PAOK együttese. Janicianikis fog majd beállni, Bajzát, és aztán Dombi. Nikolov. Jól érezte, hogy hol próbálja tovább vinni. Nikolov Hagan mentett. Jöhet az újabb csere. Na, ki fog lejönni? 21-es számmal Karadimos. És Janis Giannakis tehát, aki beáll a helyére. Formája alakítgatja a csapatát Anastasiadis. Hagan. Habi. Jasumis, Fucsin,
Salpingidis, szöglet. Hátul a minimális kockázat nélkül próbálja megszűrni a támadásait a PAOK-nak a Debrecen. Kocopulos végzi majd el. Megint Tomics előtt olyan embertömeg van, hogyha onnan ki tud mozdulni a kapus, az bravúr, nem is jön ki. Viszont Szatmári kifejelte a labdát, egy átlövési kísérlet, vigyázzon, hogy kapura tudjon a görög fordulni, mehet tovább. Mondom, nagyon veszélyes eredmény, ez egyetlen rövid zárlat vagy kihagyás a védelem részéről. Spasic. Hagan. Udeze. Vokolos. Kucsin. Hagan. Kucsin. Jászumis cikázgatott elől. A labda a görögöké. Kucsin beindul gyorsan, de nem hagytuk elvégezni szerencsére a szabadrúgást. Most Sándor áll oda. Egyedül csak Udeze maradt hátul, de ő is már a debreceni térfél közepén tartózkodik, helyezkedik. Vokolos felé megy a labda, Tomics jön a kapujából, kisemelte ki. Vokolos, mintha egy picit lökött volna, Szatmári rúgja ki, jó van. Udeze, és aztán Fucsin középre húzódva hazatette végül is a labdát a kapusnak, hát már Cidisznek. Vokolos nem is ment vissza védekezni. Jó van, jön Tomics, és megszerzi a labdát Salpingidis elől. Nagyon-nagyon sok van hátra, sajnos csak a 68. percben járunk. Bajzát. Spasic szerelt. Udeze tette ki a szélre a labdát. Alig-alig tudjuk most megtartani sajnos a labdákat. Igen, Szentes Lázár is cserélni fog, úgy látom Halmosi készülődik. Kell is egy gyors ember még, aki ritmus tud váltani. Nagyon remélem, hogy nem Börzoli sérült meg. Igen, mert Börzoli az, aki kimegy oda most az oldalvonal mellé, a kispad mellé. Én nem is látom, hogy visszament volna. Igen, egyelőre lejött, és nem is jön vissza, vagy nem is jött vissza. Az ő lendületessége, gyorsasága borzalmas módon fog hiányozni. Vince Gábor jön. Úgy látszik, valóban Bőr nem tud visszajönni. Térdés, most elvégezhető a, szabad, a csere, vagy pedig meg kell várni Éger szabadrugása utáni állapotot. Kettős csere is lesz. Igen, Pince is Halmosi, tehát. Jeszünk, Miss. Kis indított, nagyon jó, Nikolové a labda. Nagyon hosszú volt sajnos. És egyben Les is, csak a játékvezető tovább engedte. Bajzát volt Lesen a beadás pillanatában. Szatmári. Sándor, két ember közül bátran. A lendület következtében esett el, ahogy visszahúzta a labdát. Kucsin, Salpingidis. Szép szerelés volt Flavio Pim. És most lehet cserélni, mutatja a játékvezető is, hogy tessék bejönni. Tehát akkor nézzük, kik akik lejönnek. Az egyik Bőr Zoltán, az biztos. Lehet, hogy Tombi is. Bajzát a másik, ha jól látom. De Bőr, mint hogyha visszamenne. Tehát Bajzát, aki lejön, ő az egyik. Nem Bőr, csak a kapitányi karszalagot. Vincének adta oda. Ő pedig továbbadja a Sándor Tamásnak. Spasic. Vokolos.
Megpattant a labda Szatmárin. Éger és Tomics, nem tudom, a kapus nem szólt Égernek, vagy Éger nem hallgatott Tomicsra. De a lényeg az, hogy végül is a nehézségek árán is, de Tomicshoz került a labda. És most Szentes Lázár is egy picit átszervezte a csapatot, kis vette át Bajzát helyét, ő fog tovább birkózni ott elől. És Halmosi a bal oldalon valószínűleg olyan feladatot kapott, hogy próbáljon meg betörni. Szatmári. Kisnél látott les pozíciót a partjelző. Kíváncsi lenném, most mit mutogatott a játékvezető, azt hitte, hogy csere következik, de hát senki nem akar beállni. Vangelis. Sándor majdnem elhozta, Vangelis az utolsó pillanatig kivárt. Kocopulos. Miénk a labda. Minden egyes perc, ami eltelik a mérkőzésből. Nagyon fontos számunkra. Továbbra is 0-0 az állás. 1-1 volt Szalonikiben, tehát idegenben lőtt góllal továbbjutásra áll a Debrecen. De hát a hosszabbítást is figyelembe véve még több mint 20 perc hátra van a találkozóból. Fucsin. Yasumis. Vince tette tovább. Szatmári indított. Halmosi, kicsit hosszú Vokolosz, nem baj, miénk a labda, az a lényeg, és ott marad a görög térfélen. Halmosi, ajde kár, túlment rajta, kis mögé jött a labda. Vince visszaszerezte, Sándor. Kényszerítőből Sándor kapja meg a labdát, rossz a beadás. Ki volt játszva pedig rendesen a beadásig, csak szép lecsúszott a lábáról. Rekhes dolog volt, pont amikor be akarta adni, akkor pattant egyet a labda. De jó összjáték volt Halmosi és Sándor Tamás között, ez biztató a későbbiekben. Éger fejelte ki. Kis kalandozik görög oldalon. Vokolosz, Fucsin, jobbnak látja inkább lekezelni a labdát, Udeze. Vangelis. Habi lépett oda, ezért csak hátra lehetett passzolni. Udeze. Vokolosz. Fucsin kérte és kapta. Hagan indulhat meg. Fucsin is beindul. Kirúgás lesz, ha kimegy. Ezért is hagyjuk, hadd guruljon ki. Megint eltelt egy perc a találkozóból. Valamit beszól Anastasiadis a többieknek, egyre idegesebb most már a görög edző. Telik múlik az idő, és a Debrecen a továbbjutó még mindig. És mint hallható a szurkolókra, semmi panasz nem lehet. 20-30 ezer forintot kínáltak egyébként a fekete piacon a stadion előtt a nepperek a jegyekért. Ha ez Dennán Sándor megélhette volna. Szép, ez lap. Vangelis fel is teszi a kezét. Most aztán semmi olyanról nem volt szó, hogy rájátszott volna Dombi Tibor. Ezt nagyon brutálisan csinálta Vangelis. Belépett elé és puf. Egy biztonsági cseréje azért maradt Szentes Lázárnak, de hát bízunk benne, hogy nem kell kihasználnia és felhasználnia most. Dombi már talpon. Nikolov. Sándor felé ment a labda. Kis Sándornak, Sándor háttal a kapunak. Kis csapnahatna le a labdára, kikísérik azonban. Kirugás. Vangelis. Spasic. Gyerünk vissza, fiúk, gyerünk vissza, nehogy véletlenül létszámfölény alakuljon ki a debreceni oldalon. Fucsin. Spasic. Vangelis. Kockázatos volt.
Tovább vitte azonban Sándoron. Most már le kellene támadni azért, mert mindig Vangelis tartogatja a labdát, még mindig ő Habi lépett bele a lövésbe. Kocopulosz. Habi lent marad a földön, a görögök nem fogják kirúgni, de megtették, mert ápolni kell Habit. De nagyon rossz helyen talált Habit a labda. Önfeláldozóan belevetődött. Az az igazság, ez kell, ebből a helyzetben nincs mese. Vangelis azért elég hosszú időn keresztül és nagy területen vezethette a labdát. Átmenetileg Habi dől ki a sorból, őt hozzák most le. Görögök pedig egymásnak magyaráznak, mutogatnak ott a kezdőkör területén. A házal lévő negyed óra taktikáját próbálják megbeszélni egymás között. Az nyilvánvaló, hogy most már támadni kell nekik gőzerővel. Habi visszament, mi pedig visszaadtuk a labdát a vendégeknek. Kucsin, Bokolos, Vangelis, Spasic, Vangelis, Salpingidis, Almosét egy picit meglepte most ez a megoldás, meg minket is az övé. Igen, hát a jobb lábára jött a labda, és rosszul is találta el. Ezen mindenképpen javítani kellene, hogy nem szabad elvagdosni a labdákat, meg kéne valahogy tartani. Mert ahogy említetted az előbb, most a görögök lassan áttérnek arra a minden mindegy alapon való futballra. És ez bizony életveszélyes. Kocopulosz szöglete. Sándor mentett, Udeze vissza, Nikolov vágta ki a labdát. Fucsin kapta meg kint a jobb oldalon. Kezezés. Most kérdés az, hogy a játékvezető bedobást vagy szabadrúgást ítél. Szabadrúgást Fucsin. Kucsin belövi középre a labdát, uha, ez nem volt veszélytelen. Bizony elég szabadon fejelhetett. Janici Janakis teljesen ott volt egyedül, tisztán üresen. Tomic. Kis. Sándor kérte és kapta meg. Almosi próbálja befutni a labdát, de kifelé csavarodik. És görög szabadrugás. Csak mozgott a labda, meg kell ismételni. Yasumis. Ez az Habi jó magasra felugrott, elfejelte. Kocopulosz, Spasic, Nikolov lökte fel. Vangelis gyorsan elvégezte Kocopulosz segítségével, Vokolosz. Egészen hátra jött Yasumis a labdát begyűjteni. Most kellene indulni vagy indítani. Kis felé megy a labda, jön a kapus, Kis megpróbálta átemelni, és Atmacidis vállában akadt el. Spasic. Hihetetlen lehetőség volt, egy picit Kis megijedt a kapustól. Les, Salpingidis volt lesen. Jön a harmadik cseréje is a PAOK-nak. Voskalidis fog majd beállni hetessel. Vangelis.
Mennek előre a vendégek. De mindenáron meg kell őket akadályozni, hogyha kell, akkor ilyen taktikai szabálytalanságokkal, és akkor jöhet a harmadik cseréje Anastasiadis vezetőedzőnek. Oscaridis áll tehát be a 22-es számú Fucsinejére. Hát többet már nem variálhat, nem változtathat csapatán Anastasiadis. Vangelis. Vokolos fejeli a labdát, Tomic nem jött. Avio Pim. Vokolos, hű, mekkora zűrzavar van, Éger. Sándor elpattant, Vangelis megszerzi. Vangelis középen próbálkozik. Ellövi a labdát, jó nagyot csípett, Habit talált el, és most próbál kiugrani Kis. Gyakorlatilag utolsó védőt játszik most a kapusát Matsidis. Meg lehet szerezni a labdát nagy birkózás árán. És ez hogy lehet, hogy a görögök rúgnak? Hagán kap szabadrúgást, miközben Dombival szemben, én úgy érzem, Hagán szabálytalankodott. A játékvezető így látta. Hagán. Megy a labda a túloldalra. Kocupolas. Spasic. Nagyon jó, mert nem nagyon engedjük közelebb a kapunkhoz őket. Vokolos. Mindig hátrább és hátrább kell passzolni, mert mindig van egy kilépő és odalépő ember. Vangelis. Jó van, elcsúszott az indítás pillanatában, sikerült megszerezni. Dombi egy emberen túl, aztán sajnos ezúttal a labdában esik el. Vokolos, Vangelis, Oscaridis, Vangelis, Hagán, Kocopulos, azért ennél közelebb már ne jöjjenek. Kocopulos beemeli a labdát. Itt most mindenki a másikra várt, aztán végül Vince tudott még odalépni. Testtel hazasodorja a labdát Vince, és megszerezte így aztán Oscaridis elől. Bő 7 perccel a mérkőzés vége előtt, továbbjutásra áll a Debrecen. Vokolos. És érzi a hazai közönség, hogy most kell a segítség. Nagyon kell erre az utolsó 7-9 perccel hosszabbítással, ezt ki kell bírni. Szatmári nagy műgonddal állítja el a labdát, ezzel is ellopott egy jó pár másodpercet. Vokolos fején megcsúszik a labda. Kis azonban már nem ért oda, Matsidis nem is a gólvonalon, nem is az ötösön, hanem ott a 16-os vonalánál áll mindig. Ha kell, azonnal be tudjon avatkozni és ki tudja segíteni a védőket. Sándor. Ez Dombinak jó lehet, Dombi elengedi. Robognak a görögök, hogy meglegyen, de nincs meg. Dobhatunk mi, és nem kell elkapodni. Sándor is nagyon jól tudja ezt. Jön Nikolov. Anastasiadis tapsolgat, nem örömében, hanem próbálja buzdítani vissza ki saját játékosait. Kis belevezette Vokolosba. Flavio Pim. Azonnal az előre rúgott labda Tomic. Saltingidis ment volna rá. Nagyon csendben van a görög tábor, mintha itt sem lennének. Spasic. Jó lenne ma már nem hallani a hangjukat. Kocopulos. Valaki kellene a közelébe, hogy be tudja dobni a labdát. Ezért méltatlankodott Spasic. Ott most nagyon megnyílt a terület. Nagy baj lehet. Hagán lövi. Befejelt labda középre. Rúgjuk el. Habi. Jól van. Vince. Ezt most megúsztuk szerencsésen. Eléggé megnyílt ott pedig középen a terület. Igen, most beszorultunk. Nem nagyon tudunk kijönni a saját térfelünkből, sőt a saját 16-osunk előteréből. Nem szabadna ezt megengedni, mindenképpen ki kéne egy picit jönni.
Kocopulosz, Mikolov, kirúgás. Ez most nagyon jó, mert egy elég komoly szorított helyzetből tudunk kijönni. A hátvéd Vokolosz is most már átmegy támadóban, nincsenek egyszerűen kötött posztok most már a görög együttesben. Mindenki támad szinte. Vangelis, Sándor találta el. Spasic fejelte tovább a labdát, de pontatlanul. Nincs meg, próbált becsúszva Kocopulosz labdát szerezni, de nem érte el. Mikolov dob majd. Dombi. Kis. Dombit próbálta leindítani. Janicianakis. Ő dob. Hatmacidis. És már hátra játsszák a kapusnak, hogy ő ívelje vagy rúgja előre azon nyomban a labdákat. Hagan. Spasic. Már nem nagyon építgetheti a támadásokat a görög együttes. Elég múlik az idő, lassacskán felívelésekkel kell próbálkozniuk. Udeze. Kocopulosz. Vokoloszra íveli természetesen. Ő rögtön lefejeli oldalra a csereként beállt Voskaridisnek. Mi dobunk? Voskaridis hiába balhézik ott. Almosi arrébb dobja a labdát, és Szatmári végezheti majd el a pardobást. Szatmári, Kis, saját labdáját veszi üldözőbe, Hatmacidis. Vokolosz felé, Vokolosz becsúsztatja a labdát, nehogy lőjenek. Azaz, most már előre kell bombázni, itt már nem érdekes, hogy nem játszunk szépen meg, hogy hova megy a labda. A lényeg az, hogy szabadítsuk fel a kapunkat, a 16-osunk előterét. Egy picit jöjjünk ki ilyen, mert rettenetesen beszorultunk most. Vokolosz mindent ráívelnek. Vangelis és Sándor, Vangelis hátra felé csak. Sándor üldözi, ezt is kell csinálni, ne lehessen tisztán passzolni. Spasic tovább engedi a játékvezető, előnyszabály, Spasic még, Vince érted, a jól van. Vangelis. Csehi fog majd beállni, a legközelebb kimegy a labda. Megkezdődik az utolsó 2 perc a találkozón. Hagan. Szinte labdát sem tudunk szerezni, csak így, hogyha eladják. Kis, 2 támadó, 2 védővel szemben. Kis, Almosi kapja meg, eldől lett a mérkőzés. Almosi lő, és kijön a kapufáról. Nincs gól, és nem dőlt még el a mérkőzés. Hatmacidis kigurítja saját magának, és vagy 30 méteren keresztül vezeti a labdát. Figyeljünk oda, mert óriási gólhelyzet maradt ki, de hogyha gólt kapunk, akkor elúszik minden. Spasic. Picit röviden tette. Remek volt a szerelés, azonban Janacianakis kiátsza a szélre. Spasic újra. Mehet tovább. Habi ugyan szabálytalan volt, de előnyszabály. Vokolosz elől mentünk most. Nikolov. Vince mellé fejel. Vokolosz. Mi van ott, úristen? Vince, ez az. Gyerünk, gyerünk, hátra sikerül megsípni a labdát. Kis eléri. Megint 2 támadó, 2 védő. Kis megkerülő sellel próbálkozik. Nem sikerült. Hatmacidis pedig megmenti szöglettől csapatát. Az utolsó perc kezdődik. Az utolsó perc. Hihetetlen izgalmak a végére. És a labda nem akar kimenni, tehát Csehi nem tud beállni. Szatmári szerel. Méghozzá úgy, hogy Halmosit hozzá játékba. Szinte ketté szakad a pálya. Halmosi akár vezetheti is. Szatmári indul mellette. Halmosi még hosszan szöktette magát sajnos. Ez most komoly hiba volt, és Szatmári nem fog visszaérni. Valakinek vissza kéne helyre jönni azonnal, ez az. Habi jól van. Habi rendkívül nagy munkát végez. A második fél időben különösképpen nagyon hasznosan játszik. Vokolosz átment csatárba most már. Yasumis. Lökés, jó van, az izraeli játékvezető észrevette, hogy ez nem testelleni párharc volt, hanem lökés. És jöhet a csere, Csehi beáll. Kijön le, úgy látom, hogy Kis. Itt van még egyszer, nagyszerű az indítás.
és aztán hozzáér a kapus. Ez nagyon nagy bravúr volt Atmacidis-től. Így aztán kimarad a helyzet. Hatalmas bravúr volt, és Halmosi jól csinálta. Azt hiszem lassan már valakinek oda kéne ítélnünk a pezsgőt. Én egy jó darabig Börzolira szavaztam, de nagyon korán lement. Így én úgy gondolom, hogy Habinak kéne adni a pezsgőt, aki nagyon nagy munkát végzett. És az, hogy ilyen jó volt a védekezése a Debrecennek, az neki nagyban köszönhető. Hát amekkora munkát végzett, és amennyire elfáradhatott, egy kortyal eltűnik a üvegből, hogyha lefújják a találkozót, csak maradjon ennyi. De még 3 perc hátra van a találkozóból. Ami azt jelenti, hogy mivel már a hosszabbításban vagyunk, 2 perc. És ha így folytatjuk, akkor még akár 3 is lehet, mert a játékvezető most figyelmezteti Sándort, hogy végezzel a szabadrúgást. Sándor pedig mindig keresi a labda helyét. Debrecenben pedig már elkezdett ünnepelni a közönség. Sándor szabadrúgása. Gyönyörű mentés volt. Halmosi majdnem visszaszerezte, de csak szabálytalanság árán tudott labdához férni. Vangelis, utolsó támadások egyik a görögök részéről. Vangelis nagyon rosszul találja a labdát szerencsére. Habi rúgja előre. Halmosi. Csehi is ott van elől. Halmosi megtartja, aztán az utolsó pillanatban indít Csehinek hosszú. Atmacidisnek jó. Mutatja az edző, hogy rúgja előre Atmacidis, nehogy azzal pepecselje, hogy kigurítja ott a védőknek. A Vokolosz fejeli. Flavio Pimment fel a levegőbe. Pasics, Habi csúsztatja ki, Dombi, gyönyörűen 2 ember közül, Dombi még mindig. Ajaj, ez... Árnyul a játékvezető a zsebéhez, sárgalap. Janicianak is kapja. Ez nagyon jó, ezzel úgy érzem, megvan most már a továbbjutás. A játékvezető csak nem hosszabbít többet. És ha nem is látványos játékkal, de én úgy gondolom, hogy nem is ez volt a cél. A cél a továbbjutás volt. Én azt hiszem, azért megérdemelte ez a Debrecen a továbbjutást. Sándor a labda mögött. 1/2 perc van átra a találkozóból. Az utolsó másodpercig figyeljünk oda, én azt mondom. Nyugodt akkor leszek, hogyha már 3-at sípol a játékvezető. Hiszen még a kapus el fogja végezni a kirúgást. Egy támadási ideje a vörös csapatnak még mindig marad így módon. Atmacidis kigurította a labdát. Kocopulosz kapja meg, Kocopulosz föl fogja ívelni Vokolosz irányába, ez történik meg, és a pillanatban még a mérkőzésnek. A Debrecen 0-0-át játszott hazai pályán, és miután idegenben 1-1 volt Szalonikiben a végeredmény, így aztán összesítésben 1-1-jel idegenben lőtt góllal a Debrecen jutott az UEFA kupában a legjobb 32 közé. Én azt hiszem, a magyar labdarúgás jelenlegi helyzetét nézve ez valóságos hőstett a debreceni fiúk részéről. Kedves nézők, óriási az ünneplés Debrecenben, és lesz ez még fokozottabb állapotban is, azt hiszem egy pár perc múlva is egész éjszaka itt a városban, de majd visszajövünk még, hiszen egyelőre az értékelés a továbbiakban a stúdiótól, Máté Páltól, illetve Fúcs Sándortól. 0-0, nem volt szép meccs, de nagyon-nagyon szép a továbbjutás, erről beszélgetünk műsorunk hátra lévő részében. Hát hogy is kéne összefoglalni röviden mindazt, amit láttunk? Azt hiszem, hogy egy ilyen mérkőzés után ilyen boldogan régen ültünk itt a stúdióban Puls Sándorra. Hát nagyon nehéz csokorba önteni, amit szeretnék mondani. Egyrészt borzasztóan örülök annak, hogy a Debrecen tovább jutott, és azt hiszem ezzel mindannyian úgy vagyunk, akik a magyar futballt szeretjük. Másik oldalról meg azt kell mondjam, hogy számomra síralmas volt mindkét csapat játéka. Ugye mindent elmond erről a görög csapatról, és elmond a mérkőzésről sok mindent, hogy a Debrecen hát nem mondható, hogy offenzív felfogásban lépett volna a pályára, főképp a második félidőben. És mégis a görögöknek egyetlen árva helyzetük sem volt a második 45 percben, úgy, hogy ők voltak góllövési kényszerben. Hát azt kell mondjam, hogy a Debrecen részéről én értem a dolgot, hisz végül is ők voltak lépés előnyben, egy-egyre ugye az első mérkőzés idegenben gólt lőttek, és úgy tűnik, hogy ez a görög csapat egyáltalán nem tudott semmit sem hozzátenni, sőt, hogyha picit hadahajlik a szívem, már pedig miért, akkor azt kell mondjam, hogy igazából a legnagyobb lehetőség a Debrecennek volt, a bizonyos Halmosi lövés után a kapuska bufára tolta a labdát, de összességében azt kell mondjam, hogy inkább hasznos mérkőzés volt, mint szép.
hasznos. Bizony tovább jutottunk, és 1985 után újra ott vagyunk tavasszal az UEFA kupában, és hogyha már arról volt szó, miközben nézzük az ünnepelő debreceni játékosokat, hogy nem volt sok lehetőség a második félidőben, hát mindjárt jönnek az interjúk, de előbb nézzük meg azt a két helyzetecskét, az egyik helyzet, a másik helyzetecske, amit láthattunk a második játékrészben. Szóval az utolsó 10 percre maradt mind a kettő, már amikor a cserék megtörténtek, ez a 80. perc, Halmosi indítása után Kiss nem bírta átemelni Atmacidist. Hát én azt mondom, fogalmazzuk úgy jó indulattal, hogy helyzetecske, ugye itt a kapus azért tényleg azt kell mondani, hogy józálta a szöget, de ezért jobban meg lehetett volna ezt oldani. Na és akkor most jön a helyzet. Előbb Halmosi Kiss, most Kiss Halmosi a labda útja. És majd újra Atmacidis, meg a kapufa. Nem vagyok benne biztos, hozzátéve az, hogy a lövés is jó volt, de ha ezt visszacenterezi Halmosi, akkor szerintem ajtóablak helyzet van. Nem is lett volna le senki is, hisz a védővonal a mögül jött, nem véletlen, hogy itt ugye széttárja a kezét, és hát, hogy úgymond méltatlankodik. A lövés sem volt rossz, de ahhoz, hogy ezzel szinte ez itt szere kell játszani, és akkor elkezd az egész dolog, de hát ez van. Utána így is eldőlt, most pedig azonnal kapcsolunk Debrecenbe, hiszen Farkas Norbert kollégám mellett, ha minden igaz, már ott áll Szentes Lázár. Ez így van, Falko, nem is szaporítom tovább a szót, hanem rögtön Szentes Lázárhoz fordulok, és mindenekelőtt gratulálok ez a csodálatos sikerhez. Hát tulajdonképpen nem volt szép, amit csináltunk, a célnak abszolút mértékben megfelelt. Ugye nem 0-0-ra játszottunk, de végül is a mérkőzés folyamán úgy nézett ki, hogy ez az eredmény nekünk jó. Ez így alakult végül is? Így alakult, hát ezt lehetett látni, gondolom a tévénézők, a tévéképernyőin a közeli képeken még jobban érzékelhették, hogy nagyon jó játékosokba áll ez a PAOK. Viszont az első, ahogy én említettem a meccs előtt, az első mérkőzés eredménye nekünk nagyon kedvezett, ott volt ez a halvány reménysugár, ez a 0-0. Erre játszottunk, már úgy értve, hogy ezt próbáltuk megőrizni, hogy ne kapjunk gólt, és úgy érzem, hogy ez sikerült. Végül is melyik volt az a pont, vagy a kulcsa ennek az egész mérkőzésnek, mármint az elsőnek és a másodiknak? Hol dőlt el ön szerint a továbbjutás kérdése? Hál' Istennek a mi javunkra. Mindenképpen az első mérkőzésen azzal az 1-1-jel, hiszen azzal derült ki, hogy a PAOK-nak jönnie kell, és azt a játékot kénytelen játszani, ami nekünk jó. Végül is ilyen PAOK-ra számított, megmondom őszintén, egy sokkal offenzívabb csapatra számítottam én magam, de hát én nem vagyok szakértő. Ön? Ők annyira nem buták, mert hogyha előbb kinyitanak, mint ahogy a végjátékban már voltak nagyon nagy helyzeteink, ha előbb ezt kinyitják a hátsó részét, akkor tudták volna, hogy gólt kapnak, és nem vállalták föl. Ugye sokszor elhangzott, olvashatok a sajtóban is, hogy utoljára 18 évvel ezelőtt érte meg magyar csapat, úgymond a tavasz az egyenes kieséses rendszerben. Önök foglalkoztak egyáltalán ezzel a mérkőzés előtt, vagy csak és kimondottan a görög ellen koncentráltak? Nem nagyon foglalkoztunk vele, ez nyilvánvaló nagyon pozitív és nagyon nagy erőt adott a csapatnak, hiszen egyértelmű, hogy ezt a mérkőzést a küzdeni tudásunkkal fogtuk úgy meg, hogy tovább jutottunk. Nagyon szépen köszönöm, és sok sikert kívánok a további, minden további jó ünneplést. Kedves nézők, ne menjenek messzire, hiszen rövidesen jövünk újabb interjú alanyokkal. Köszönjük szépen, a szó pedig ismét a kommentátor állásé. Hát elhangzott az, hogy ugye 0-0 volt az alapja ennek a mérkőzésnek, tehát igazából 0-0-ra, nem azt mondom, hogy játszott a Debrecen, mert 0-0-ra játszani ugye öngyilkosság. De én azt hiszem, hogy ez a taktika, még ha nem is hozott szép játékot, ez most ez személy szerint engem abszolút nem érdekel. Egy a lényeg, a csapat tovább jutott a Debrecen. És úgy tűnt számomra, mintha ennek a görög csapatnak játéktudásban nagyobb lenne a füstje, mint a lángja. Így van, én is azt hiszem, hogy én nagyon örülök annak, hogy a Debrecen tovább jutott, és nem különösebben érdekel, hogy ilyen játékot láttam. A továbbjutás volt a lényeg. Én azt hiszem, hogy azt, amit a Debrecen eltervezett, azt megcsinálta. Most, ahogy mondtad, ez a görög csapat, ez egy felfújtársaság, tehát itt semmit nem produkáltak, és a Debrecen itt is megnyerhette volna a mérkőzést. Én azt hiszem, hogy sokszor szépen haltunk meg. Most az egyszer, nem beszéljünk arról, hogy milyen volt a mérkőzés. A lényeg az, hogy a Debrecen várja a sorsolást, és egy újabb kupameccs lesz itt Debrecenben. Így van, a másik dolog, hány olyan nagy csapatot láttunk már, világhírű csapatot, amely hasonló körülmények között jutott tovább. Kedves nézők, most viszont riporter kollégámnál, Farkas Norbertnél ott van a mérkőzés legjobbja. Szépen köszönöm, Laci, hogy mondod, itt el mellettem Ronald Habi, akit Zombori Sándor a mérkőzés legjobbjának választott. Át is adom a pezsgőt, megérdemelte, de én úgy érzem, hogy ez csapatmunka volt.
Igen, első köszönöm szépen, és elnézést, nem jó beszélni magyarul. Köszöntök az ezzel, szerintem ez volt a csapat győztes. Mind a két meccs játszik nagyon jó. Mi tudom, hogy görög csapat kicsi jobb, mint mi, és mi mind a két meccs védeni, és próbál kontratámadni. Első meccs ez volt jó, mi volt a két-három helyzet egy volt jó, most előtte ez meccs Lázár mester azt mondta, hogy mi muszáj koncentrálni egész 90 percet, mi koncentrálni, és nem volt hiba, és ez volt csapat győztes. És köszönjük, nagyon köszönöm szépen minden szurkolók. Itt szurkolók nagyon jó, szerintem ez egy legjobb szurkolók a világban. Jöhet a Barcelona vagy a Liverpool? Most lehet. Nagyon szépen köszönöm, és mennyi tovább ünnepelni, azt hiszem, hogy a pezsgő is el fog fogyni. Köszönöm. Kedves nézők, hát én azt hiszem, hogy most a szó még mindig Fülöp László és Zombori Sándoré. Köszönjük szépen. Visszatérve még egy pillanat erejéig a Debrecen játékára, és elnézést, hogy itt teljesen elment az ember hangja, de hát végül is valóban óriási örömet okozott a Debrecen. Meglepő volt, hogy a vendég együttes egy darab helyzetet nem tudott kialakítani a második fél időben, és talán a mérkőzést együttvéve is csak egyetlen helyzetük volt, amikor még Tomics védett az első fél időben. Igen, és én azt hiszem, hogy amit most említettél, ezt kell kiemelni. Tehát erről a mérkőzésről azt kell kiemelni, hogy egy magyar csapat hihetetlen pontosan betartotta azt, amit az edző elképzelt. Nagyon jól megvalósították a védekezést, a középpályán nagyon jól zártak, és ez a görög csapat hiába próbálkozott bármivel, nem sikerült. Az első fél idő elején volt egy-két lehetőségük a széleken, amikor a védők mögé kerültek, a második fél időben már ez se sikerült, mert a szünetben Szentes Lázár valószínűleg szólt, hogy vigyázzatok, mert ez a játék, amit ők megpróbálnak csinálni. Tehát semmi az égvilágon nem történt az, hogy végre egy magyar csapat olyasmit produkált, amire büszkék lehetünk. Na most az, hogy nem volt látványos sarkalás, nem voltak csodálatos támadások, ez most nem kellett. Szóval az kellett, hogy tovább üssünk. Szerinted, Sanyi, ezt a játékot, amit most láttunk a Debrecentől, ugyanígy meg tudná ismételni a csapat? Nem hiszem. Így csak egyszer lehet játszani, és nagyon sok függ az ellenféltől, szóval azért most már egészen más ellenfelek fognak következni, akik bizonyos hátrányban is megpróbálnak majd játszani. Ahogy Szentes Lázár említette, a görögök nem mertek kinyílni. Na most ezáltal nem vállalták föl azt, hogy esetleg tovább jussanak. Szóval véletlenül lehet gólt szerezni, de hát azért azt ki kell dolgozni. Itt nem volt lehetőségük kidolgozni, mert a debreceni játékosok nagyon jól elállták a területeket, és nem hagyták őket, hát még lövőhelyzetbe se kerülni, és azt hiszem, hogy anélkül nem nagyon lehet gólt elérni. Köszönjük szépen egyelőre ennyit innen Debrecenből, és akkor további értékelésre a szó a stúdióért.